Szeretettel köszöntöm a mai hitköznapok kedves vendégeit, Szobota Orsolya lelkészt. Szia, szia Kati, a hallgatóknak. Illetve Kulifai Sárit, a hetek.hu szerkesztőjét, főszerkesztőjét. Szia, Sári. Üdv. Tehát egy hírcsokrot hoztunk, mert nem akarunk a politikusak lenni, és először a Sárihoz fordulnék, hogy szerinted azok, akik a te korosztályod, vagy inkább azt mondom, még fiatalabbak, akikkel kapcsolatban vagy, hajlandóak foglalkozni ilyen kérdésekkel? Tehát te otthon érzed magad a korosztályodban, lehet velük társalogni erről? Én általában úgy látom, hogy követik az eseményeket, ha nem is nagyon mélyen vagy részletekbe menően. A nagyon politikai kérdéseket nem annyira szeretik, de azért tájékozottak. Tehát nem szitok szó a politika? Nem szitok szó, hát attól függ nyilván, hogy kivel beszél az ember, de így alapjaiban így tájékozottak, nyilván nem annyira, mint én, aki ezzel foglalkozom. Ezen a területen dolgozom, de én meg szívesen felvilágosítok bárkit. Ezt fogjuk tenni most is. Orsi, te is foglalkozol fiatalokkal, neked is ez a véleményed, hogy nem ilyen bebetonozottan a politikusok? Nem. Van, aki határozottan hárít minden politikai jellegű témát. De politika fedezékben. Igen, olyan is van, de van, aki pedig nagyon is érdeklődő. Én azt látom, hogy nagyon sok minden megjelenik a magyar hírportálokon. Most jelen pillanatban majdnem elégedettnek mondanám magamat, mert úgy tűnik, hogy nem olyan tendenciózus, de különösen azért, mert beleszoktam nézni a külföldi hírportálokba is, és egy idő után az az érzésem, hogy az roppant tendenciózus. Ehhez képest mondjuk most az egy érdekes fordulat, hogy maga a francia miniszterelnök jött el, vagy elnök jött el Magyarországra. Sári, mit gondolsz erről? Mert úgy tudom, hogy a ti portálotokon, a hetek.hu-n már meg is jelent a hír, pedig tegnap volt itt, ugye? Vagy igen, még ma is igen. Itt van? Macron elnök? Hát ezt nem tudom, hogy még ma is igen, hát van, nem ismerjük a programját, igen. Tegnap jó pár találkozón részt vett. Hát engem nagyon meglepett ez a látogatás, főleg azt, hogy ugye találkozott Áder Jánossal, Orbán Viktorral, a V4-ekkel tárgyalt, és még elment ugye az ellenzékkel is leülni, egyeztetni, és a megnyilvánulásaiban nem volt olyan egyértelműen a magyar kormány politikáját elítélő retorikával élő valaki, mint amit például az EU részéről rendszeresen tapasztalunk, úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy ő egy picit próbálja így középre pozícionálni magát, mert ha ugye megnézzük az elmúlt fél egy év alatt tett nyilatkozatait a Franciaországban, akkor ott is számos nacionalista és populista megnyilvánulása volt. Ezek közül mit emelnél ki, Sári? Tehát, hogy ha esetleg a hallgatók, akik nem tájékozottak a Macronnak a ténykedésébe, hogy milyen szempontból számítható nacionalistának, mert szerintem hajlamosak vagyunk mondjuk a nyugati politikát valóban az Európai Unió alá besöpörni, akik mind ugye úgymond baloldaliak valamilyen módon. Igen, hát ugye sok megnyilvánulása volt a migrációval kapcsolatban is, ugye eléggé változott a hozzáállása, így, hogy látja, hogy megnövekedtek a terrortámadások Franciaország területén, és hát ezt ugye a saját bőrükön tapasztalják, mert nem tudom hány éve, és emiatt a határvédelemmel kapcsolatos hozzáállása is megváltozott, illetve a francia identitásnak a védelmének a fontosságát is kiemelte, például a külföldi befolyásolási kísérletektől való védelem terén is ide sorolta például az Amerikából érkező vók befolyást, úgymond, de nem tudom, hát hogy ezzel elég egyedülálló lehet. Mond-e valamit a vók, de szerintem mostanra már azért mindenki találkozott ezzel, tehát ez az erőszakos nem semlegesítési folyamatoktól elkezdve nagyon sok minden. Úgy tűnik, hogy több konzervatív, hát most már talán konzervatívnak mondható, eddig magától értetődő dologhoz ragaszkodik Franciaország, annak ellenére, hogy például az Európai Uniónak az állásfoglalása az ezen a téren is szögesen más. Tehát igen. Most már gyakorlatilag mindenfajta nemi orientációval kapcsolatos dolgot
az alapvető emberi jogok kategóriájában kezelnek, és bárki, aki ezzel nem ért egyet, az alapvető nemzetközi emberi jogokat sért. Ezzel kapcsolatban is kijött egy hír, ugye? Igen, igen. Tegnap este a Velencei Bizottság a magyar gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban egész érdekes megállapításokat tett, finoman fogalmazva. Nem csak azt mondta ki, ugye, hogy a nemzetközi emberi jogokat sérti ez a törvény, hanem egyenesen azt vizionálta, hogy ez az LMBTQ irányultságú emberek ellen. Nem emberek, gyerekek. Gyerekek ráadásul. Tehát, ezt így nem is tudtam eleve értelmezni, tehát hogy miért kell a szexuális orientáció alapján behatárolni gyerekeket, tehát hogy ez miért tartozik alapvető joghoz, vagy nem tudom neked milyen érzést keltett ez. Hát én tényleg így rendkívül lesokkolottam, főleg, hogy az állásfoglalásban számos, hát nem pontatlanság, hanem félreértelmezés is volt a törvénynek. Tehát a törvény egyáltalán nem szól arról, hogy ki hogyan éli meg a szexuális orientációját, vagy hogyan él a hétköznapokban, hanem egyszerűen a gyermekeknek az iskolai befolyásolását gyakorlatilag el lehetetleníti. És hát a Velencei Bizottság szerint a objektív és kiegyensúlyozott iskolai szexuális felvilágosítást lehetetlenítik el ezzel, ami úgy tűnik, hogy most már egy emberi jog. Ezt erről eddig nem tudtunk, de a bizottság szerint ez most már emberi jog. És hát olyat is mondanak, hogy a szülőknek se teszi lehetővé a törvény, hogy úgy neveljék a gyerekeiket, ahogy szeretnék. Holott ennek pont a szöges ellentétet mondja ki a törvény, hogy a szülőknek a joga ez, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lehet nem olvasnak. Menni az európai szerveket, főleg egy ilyen alkotmányjogi szervet, aki vagy nem olvassa a törvényt, vagy képtelen értelmezni a törvényt. Tehát szándékosan félreértelmezni. Vagy szándékosan. Erkölcsileg ez milyen érzés, Orsi, hogy a gyerekeknek joga van, hogy kiközösítéshez fog vezetni az LMBTQ irányultságú gyerekek között az iskolában. Nekem ez egy olyan szóhalmaz, amit így nagyon nehezen tudok értelmezni. Nagyon cinikusnak tartom ezt az egészet, mert a gyerekek esetében én nem gondolnám, hogy a szexuális jogokkal kéne kezdeni. Tehát mindenki jól tudja, és biztos, hogy ők is nagyon jól tudják, hogy amikor a gyerekek jogairól vagy szükségeiről beszélünk, akkor alapvetően azt kell megnézni, hogy a biztonságos családban való felnövekedés, az, hogy egyáltalán tudjanak enni, mert rengeteg gyermek éhezik. Tehát, hogy a gyerekek esetében a legutolsó, vagy még a sor végén sincs az, hogy a különböző szexuális perverziókhoz való jogukról beszéljünk. És én pont arra gondolok, hogy amit Jézus mondta, hogy aki a kicsinyek közül megbotránkoztat egyet is, az jobban teszi, hogy egy malomkövet akaszt a nyakába, és fejest ugrik a tengerbe. Ez most a bibliai megközelítés, nyilván nem lehet egy ilyen bizottságot így felszólítani, de arra, hogy elolvassák a törvényt, arra van, talán föl lehet szólítani. Akkor ne érzelmi alapon, ne hangulatok alapján foglaljanak állást, főleg egy ilyen komolynak gondolt bizottság, akiről azt gondoltuk eddig, hogy szakmailag is, illetve lehet adni a véleményükre, hogy ők érzelmi alapon közelítik ezt meg, és egy olyan koncepció alapján, ami tulajdonképpen gyakorlatilag a pedofiliának a térnyerését erősíti, ugyanis a gyerekek esetében nem beszélünk szexualitásról egyenlőre, illetve ha beszélünk is, akkor nyilván az egészséges felvilágosítás, ami a szülők dolga. Ugye ez a Velencei Bizottság azt kifogásolta, hogy erkölcsi alapon ezt nem lehet meghatározni. Valahogy így fogalmazott, ugye, Sári? Azt mondták, hogy a tagállamok nem mondhatják azt, hogy a homoszexualitás az erkölcsökkel ellentétes. De az erkölcsöt viszont szerintem mindenki saját hatáskörön belül kell, hogy meghatározza. Tehát ami az egyik családnak erkölcsös, az a másik családnak lehet, hogy erkölcstelen, és ebben sem a Velencei Bizottság, sem senki más, sőt, még állam sem határozhatja meg, hanem azt az adott családnak kell meghatároznia, hogy a szülők hogy szeretnék azt a gyereket az ő erkölcsük alapján, mert az erkölcsöt, a morált nem lehet meghatározni
központilag, kívülről Velencei Bizottság a morált nem határozhatja meg. Az mindenkinek, ha a sejtekről beszélünk, a társadalom alapsejtjeiről, akkor azt a családoknak kell tudni, hogy ők hogy szeretnék a gyerekeket erről felvilágosítani, mikor, és ez még keresztény családokban is eltérő, hogy ki mit gondol erről, mikor szeretne a gyerekével beszélgetni róla. Mert magáról a szexualitásról. Így van, így van, így van. És ezt senki kívülről nem. És a törvény ugye ezt biztosítaná, hogy rendben van, a szülő azt mond, amit akar, de az iskolában államilag ezt nem fogjuk meghatározni. Így van, így van. És érdekes, hogy ez már a uniós erkölccsel ütközik. Igen, csak valahogy az embernek mindig a szodoma jut eszébe erről, hogy kellett az utánpótlás, és ezért egyre lejjebb ment a korhatár, és valahol ezt lehet érezni e mögött is. Valahol ugyan arról a töről fakadhat, mint a pedofilia legalizálása és érzékenyítés ebbe az irányba, hogy szegény pedofilok. Miért ne szolgáltatnánk nekik a gyerekeinket? Itt tartunk, nem, igen, nem, igen. Nem. És ez talán elképzelhetetlen volt korábban. Nagyon. Akkor átugranék egy olyan hírre, ami valószínűleg foglalkoztatja azért a közgondolkodást, a mostani Völner botrány, ami ugye korrupcióval kapcsolatos, de mégis megjelent olyan címmel hír, hogy egy katolikus mintakarrier tört ketté ez a botrány. Tehát itt például az erkölcs akkor most hogyan kérhető számon rajta? Vagy te mit gondoltál erről? Ha valakin, akkor ő rajta számon kérhető. Tehát aki erkölcsről beszél, és aki úgymond keresztény politikusként tünteti fel magát, mert ugye nem muszáj az embernek használni azt a jelzőt, hogy ő keresztény, hogyha politikus, de ha már használja, akkor viszont illene annak megfelelően politizálni, hogy Krisztushoz méltóan politizáljatok. Ugye van a Filipp levélben egy ilyen mondat. Tehát aki arra adja a fejét, hogy politizál, és még magára ragasztja azt a kis posztitet, azt a kis címkét, hogy a keresztény, kérhető. Akkor legyen kedves, ne fogadjon el. Nyilván ez még nem bizonyított, de ugye az a hír, hogy hát a lemondását milliós... elfogadták, uh-huh, tehát az nyilvánvalóan nem véletlen. Ti mit írtatok erről a hetek.hu-n, Sári? Hát igazából több alkalommal is írtunk erről, ami nekem tényleg így az egész ügyből lejött. Az egyik az, hogy én úgy látom, hogy a politika mind a két pólusán vannak olyan emberek, akik előszeretettel ragasztják magukra a keresztény címkét, de nem kell lennie semmi illúziónak afelől, hogy sajnos ugye nem csak a politikában, a társadalomban is megnézzük, a legtöbb keresztény címkét viselő ember nem él a Biblia elvárásai, vagy szabályai szerint, és ez egy nagyon szomorú dolog, de nem kell senkit se, hogy meglepjen. És hát én ezért sajnos nem lepődtem meg itt sem. Ugye a korrupció is egy olyan dolog, ami nem ismeretlen a magyar politikában sem, egyik oldalon sem. Most úgy látom, hogy a választások előtt azért egyre több ilyen hír pattan ki, vagy fog majd kipattanni, mert ezek is eszközök abban, hogy egyik-másik oldalt lejáratessek. Ettől függetlenül nyilván nem helyes, ami történt, és annak viszont örültünk, vagy örültem én is, amikor olvastam ezt a hírt, hogy ha amennyiben tényleg történt korrupció, akkor ezt ki kell vizsgálni, és ki kell szabni a büntetést. Tehát, hogy ez egy jó dolog, csak úgy látom, hogy valószínűleg sokkal több ilyen ügy van, mint ami a napvilágra kerül. És jó, hát nyilvánvalóan a teljesség igényét, azt, ahogy te is felvázoltad, nehéz lenne elvárni, de amikor valami kipattan, akkor az jó. Tehát az jó. Nekünk, választóknak jó. Választóknak jó, így van. Így van. És még egyszer, hogyha valaki keresztény politikusként definiálja önmagát, akkor arra azért nagyon oda kéne figyelni, hogy ennek megfelelően
hát ez nem fér bele. Nyilván egyáltalán nem férne igen, bele. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem csak a... szigorúbb mérce, hogyha valaki kereszténynek mondja. Igen, magát. De az sem lenne jó, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én meg nem vagyok keresztény, és ezért én meg azt csinálom, amit akarok. Tehát nekem megnyugtató ez a fajta, most mindegy, hogy ki pattintja ki, de szerintem a választóknak az jó, amikor ezt követi egy lépés. És követte is tulajdonképpen. És követte is, igen. És még most is zajlik, ráadásul elég határozottan. Akkor egy Sárinak kedvező, de ja, maga a hír, igen, illetve két Izraellel kapcsolatos hírünk is van, ami szerintem mind a kettőtöket bemozgat, de akkor kezdjük a büszkeséget keltő hírrel, tehát ami jó érzéssel tölt el, mi szerint 7 ország szavazott Izrael mellett az ENSZ-ben, és Magyarország is köztük van. Orsi mosolyog, Sári. Tényleg jó érzéssel töltel. Jó. Akkor... Abszolút. Én csak nem tudom, hogy melyikünk reagáljon először. Hát mondja, te vagy az Izrael szakértő igazából. Hát azért nem merném magam annak nevezni, de egy kiemelten kedves terület számomra Izrael és Izraellel kapcsolatos hírek, főleg, hogyha Izrael-magyar kapcsolatokkal kapcsolatos pozitív híreket nézünk, és hát ha megnézzük az elmúlt pár évet, akkor taporodnak ezek a barátibbnál barátibb gesztusok a magyar kormány részéről Izrael felé, és ez egy nagyon, nagyon jó látni, főleg azután, hogy sokan féltek, hogy majd ha Netanyahu kikerül a hatalomból, akkor meg fog szűnni ez a toros jó kapcsolat, és nem szűnt meg, úgy látjuk, hogy folyamatosan továbbra is a nemzetközi testületekben Izrael pártján szavazunk, illetve ha bármi olyan történés van, lásd a gázai konfliktus, vagy bármi ilyesmi, amikor az áldozatot kiáltja ki a nemzetközi közösség agresszornak, akkor is nem csak, hogy kiállunk mellettük, hanem engem kifejezetten megérintett, hogy egy külön hivatalos odautazás és kiállás is történt a külügyminisztérium részéről egy hosszú baráti beszédnek a keretében. Szóval itt is ezt látjuk, hogy az ENSZ-ben, ahol hát Magyarország ilyen, mondjuk úgy, hogy az elmúlt években ilyen 50-50 arányban szavazott, hol Izrael mellett, hol Izrael ellen, most úgy látjuk, hogy egyre több Izrael melletti kiállás van, nem csak ez a mostani, amikor ugye a úgynevezett szélsőséges izraeli telepes tevékenységet ítélték el, ami nem elítélendő. Sarkítás. Igen, erős sarkítás, igen. Sokszor ugye inkább a palesztin oldalnak a retorikáját veszti át. Tehát nincs saját retorikája a médiának, hanem átvesz egy retorikát, erre utaltam az elén is, hogy ezért a nyugati sajtóban is ez sokszor előfordul. Az nem felelhető, de nem sokkal korábban, így pár hete történt az, hogy ugye hasonló a templomhegyet kizárólagosan az iszlám nevén említő nyilatkozatot nem fogadott el Magyarország több országgal együtt, ugyanis ez gyakorlatilag erőszakosan próbálja megfosztani a zsidóságnak a legfontosabb szellemi helyét a történelmétől, bizonyított történelmétől, ami egészen elképesztő. Igen. De hogy itt is automatikusan át lett véve a palesztin, sőt, iszlám propaganda, anélkül, hogy bármilyen tényszerű utánanézés, vagy nem is tudom, megállapítás történt volna az ügyben. Igen, akkor ez is egy kicsit abba az érzelmi politizálásba illik, mint a Velencei Bizottságnál is, hogy egyszerűen nem vesznek. Mondjuk nem közvetlenül ide kapcsolódik, de pont a tegnapi napon jelent meg az a hír is, hogy bizonyítékot találtak arra, hogy igenis a rómaiak végeztek ki keresztre feszítéssel. Azt hiszem valahol Angliába találtak, igen, olyan. Így van. Tehát a történelmi tények ugye az nem ártana, hogyha játszana. Hát, hogy a filmet kéne megnézniük, hogy a tények makacs dolgok, ez a híres idézet, ez szerintem mindenkinek segítene. Hát segítene, de ugye nem ebbe az irányba tart valamiért, tehát egy érzelmi politizálás felé tart, viszont nekünk is érzelmileg sokat jelent az, hogy az Izrael mellett tud valóban, igen, következetesen kiállni Magyarország. Mi ennek a jelentősége szerinted, Orsi? Hát a Magyarország jövője szempontjából óriási jelentősége van, és hiszem, hogy Isten látja ezeket a szavazatokat, és az úrangyalai rögzítik, adminisztrálják, hogy ki mikor hogy szavazott,
És amikor Jézus megítéli a nemzeteket Izraelhez való viszonyuk alapján, akkor a juh és a kecske nemzetek között lesz ugye a nagy különbség, és minden egyes ilyen szavazattal a juh nemzet jövőnket tudjuk bebiztosítani, vagy segíteni, és ez tényleg nagyon nagy öröm. És még a telepesekről annyit, én is voltam már többször Izraelben, és telepesek között is, és tényleg olyan szélsőséges módon vetnek, aratnak, gyereket vállalnak, gyümölcsöt termesztenek, élik az életüket, tehát valóban felháborító. Egy nagyon szélsőséges életvitel. Igen, mert azt szokták mondani, és valószínűleg a történelmi ismeret hiánya okozza ezt is, hogy de miért pont ott akarnak lakni? Miért pont ott? Hát ott az őseik földjén, viszont ugyanakkor, miközben ők ezt a teljesen normális életet élik, vagy szeretnék, vagy próbálják élni, azért közben lövöldöznek rájuk, meg dobálják a követ az autóra, tehát akkor valahogy tényleg... Hogy hol is van a szélsőség? Igen, így van. Tehát vagy akkor mit tekintünk szélsőségnek? Tehát ha a jó és rosszat összekeverjük, mert a Biblia pedig azt mondja, hogy... Jaj, azoknak, akik a jót rossznak mondják, és a rosszat jónak, és minden területen ez zajlik a világpolitikában, hogy ami jó az Isten szemszögéből, és az embernek az alapvető erkölcsi érzéke alapján, hogyha nincs elbutítva, eltájolva, akkor minden ember lelkiismerete bizonyságot tesz saját magában, hogy ez a jó, és ez a rossz, és ez a normális. Csak sajnos zajlik ma már egy olyan indoktrináció, egy olyan nevelés, egy tudatos züllesztés, ami pontosan ezt a kettőt cseréli fel. Elő akarja írni, nem? Így van, tehát felcserélni, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a fekete, mi a fehér, és ennek legfőképpen nekünk keresztényeknek ellen kell állnunk, nyilván a magunk krisztusi módszereivel. Hát igazából ez a beszélgetés is erről szól, így hogy van. Akkor olvassuk a híreket, és hát nem gondolnám, hogy ne lett volna politikai történelmi kontextus az egész Bibliának, már csak az maga az, hogy a Biblia egy történelmi környezetben zajlik, így és van. Nem pedig egy elvi, vagy nem is tudom, fogalmi kérdés. Tehát akkor ezt meghosszabbítjuk, mi is benne vagyunk igen, ebben. Igen, és sokan sokfélét gondolhatnak ezekről a dolgokról, viszont a történelem ura pedig így és így gondolja, és tudjátok, hogy mi a vége minden vitának, tehát hogy ki mondja ki a végső szót, és hát itt a történelem ura fogja kimondani a végső szót, és érdemes igazodni ehhez. Igen, hát ezt igyekszünk, viszont a magyar... izraeli kapcsolatokkal ellentétben történt egy kis megingás, vagy nem is tudom minek értelmezni, mert kijött egy olyan hír, miszerint Netanyahu nagyon nemes lelkűen válaszolt Trumpnak arra a felvetésére, hogy az igazából nagyon, egy sértettségből fakadó, legalábbis most ezt én így interpretálom. Ti mit gondoltok erről? Mert Trump volt az, aki rendkívül nagy lépéseket tett Izrael felé, tehát ez az Ábrahám egyezmény azt hiszem, hogy történelminek nevezhető. A Netanyahu-val való barátsága is az volt tény, hogy a Biden elnöknek az elsők között gratulált Netanyahu, ami ugye Amerikában is a választások fölvetettek nagyon komoly kérdéseket, kétségeket, és itt megingott a kapcsolat. Mi történt? Sári, szerinted mi történt a kapcsolatukban? Mennyire kell komolyan venni ezt a fajta megnyilvánulást? Mert minden talán mégse kell komolyan venni. Reméljük ezt. Hát, őszintén, amikor először olvastam ezt a hírt, akkor nehéz volt elhinnem. Szerinted létezik, hogy nem mondott ilyet, csak leírták? Hát egyébként már erre is volt példa. Ha csak nézzük, hogy Szijjártó Péternek milyen mondatokat adtak a szájába a magyar választásokba való beavatkozással kapcsolatban a Financial Times részéről, akkor... bármit el tudok képzelni. Nekem az volt a gyanús, hogy nincs róla, nem találtam róla hangfelvételt, nem találtam róla videót. Egy darab újságíró, vagy nem is tudom, író mondta, hogy ezt mondta neki az elnök. Na most ezt ugye bárki mondhatja. Nekem emiatt egy kicsit kérdéses volt. Az, hogy a Netanyahu irodája reagált a hírre, ez valószínűleg megerősíti azt, hogy tényleg történt ilyen megnyilvánulás az elnök részéről. Nekem, még ha történt is ilyen, én úgy látom, hogy ez tehát minden baráti kapcsolatban, vagy minden politikai baráti kapcsolatban belefér ilyen, hogy bizonyos pontokon vannak nézeteltérések, vagy kisebb sértődések, de nem hiszem, hogy ez hosszú távon befolyásolná a két vezetőnek a kapcsolatát. És hát
ha Netanyahu szemszögéből nézem, akkor nem nagyon volt választása, tehát egy Izrael egy nagyon pici ország a közel-kelős közepén nagyon függ az Egyesült Államoknak a támogatásától, és egyszerűen nincs más választása, mint jó kapcsolatokat fenntartani az Egyesült Államoknak a kormányával, akkor is, hogyha demokrata vezetője van, és nem Trump. Nyilván vele lehet, hogy egy picit nehezebb együttműködni, de muszáj együttműködniük, ha csak nézzük, hogy ott van az iráni. Egy pillanatra megszakadt, most próbáld újra, Sári? Én úgy látom, hogy itt a Trumpnak lehet, hogy volt az interjú során egy ilyen kifakadása, tudjuk, hogy egy kicsit ilyen érzelemember ő is, de azért ott van benne a ráció is, tehát szerintem, hogyha mondjuk újra elnök lenne, akkor nem lenne probléma azzal, hogy Netanyahuval folytassák azt a munkát, amit előtte végeztek, főleg, hogy ott van a közelében egy csomó olyan ember, aki ezt a fajta politikát próbálja nyomni nála, és promotálni nála egész sikeresen, úgyhogy én nem tartom ezt aggasztónak. És az se, hogy a szájába adtak olyat, tehát tényleg nem tudjuk, hogy mi hangzott el, hogy hát a palesztin vezetővel mennyire felhőtlen beszélgetést tudott folytatni, főleg Netanyahuhoz képest. Ez már nekem egy kicsit ilyen túlzásnak tűnt, ilyet nem hallottam tőle az elmúlt 4 év alatt soha, tehát ez most hogy jön ide? Mondom, nekem az egész sztori furcsa abból a szempontból, hogy ugye az újságírásban szoktunk figyelni arra, hogyha egy hír egy darab forrásból jön, akkor azt nagyon-nagyon meg kell vizsgálni, mert nem tekinthetjük teljesen megbízhatónak. Én ugyanígy állok ehhez, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy tényleg ő mondott volna ilyet. Igen, ez fontos, hogy nem csak a sorok között, hanem akár a sorok helyett is tudjunk olvasni, tehát nekünk azért tényleg, amiről beszéltünk, Orsi, nem, hogy a keresztényként értelmezni Igen. azt, amiben benne élünk, az ennyire fontos, mert hogyha csak a hírek alapján, amit más szeretne, hogy gondoljunk, vagy más bedob a köztudatba, akkor az nagyon téves útra kerülhetnék. Benned milyen érzést keltett ez a fér? Én is egy kicsit így meglepődtem, illetve nem is lepődtem meg, mert ezt a bizonyos pont-pont-pont Netanyahu mondatát Trumpnak, amit ez az illető idézett, el tudom képzelni, hogy ezt mondta. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy azért a Netanyahu-Trump az egy nagyon nyerő páros volt, és még mindig lehet, hogy az is lesz. Ezt nem tudhatjuk. És hogy ilyenkor szokta az ember így egy lépést hátralépve megnézni, hogy kinek az érdeke ez az Igen, egész. Igen, ezt akartam pont kérdezni. Kinek jó ez? Kinek hogy ez jó most... ez, hogy ők összevesznek? És akkor megint csak odajukodunk ki, hogy akinek nem érdeke az, hogy Izrael erős legyen, hogy az izraeli-amerikai kapcsolatok jók legyenek, annak az érdeke. És ilyenkor, amikor tüzes nyilakat lövöldöznek, ugye bibliai hasonlattal élve, akkor a tüzet kell eloltani, és nem egymást kell osztani, meg nem egymásnak kell esni. És valószínűleg itt a Netanyahu-nak is egy nagyon, tényleg egy nagyon pozitív... Szerintem egy államférfihoz illő megjegyzés volt, akkor is, ha igaz volt a hír, akkor is, ha nem. Egyébként az, hogy egy ilyen kiszólást tett, amit ugye nem is szeretnénk csak pont-ponttal idézni, igen. Hát nem mondhatnám, hogy ő az egyetlen politikus, aki ezt megengedi időnként magának, igen. Csak a többi valahogy nem írják le. Igen, érdekes, hogy ezt leírták, igen, biztos, hogy más is, még Biden papár, pardon, Joe Bidenről is elnézést kérek, el tudom képzelni, hogy ő is mond azért ilyeneket, sőt, tudjuk is, hogy mond ilyeneket, még akár a közéletet ismerve is. Meg lennénk lepődve, hogyha igen. Ebből pont a politikusok maradnának ki, de itt is kinek az érdeke az, hogy kinek most az ki érdeke? Lehozzon igen, egy ilyet. Igen, és amit a Sári mondott, hogy még akkor is, ha tudjuk jól, mert az összes Netanyahu közeli forrás a választásokkor. Hanania Naftali, te is azt hiszem, hogy követted elég szorosan, aki egy elég népszerű blogger és influencer, aki közel áll Netanyahuhoz, ő is számtalanszor gyakorlatilag folyamatosan megosztott azt, hogy milyen jó a kapcsolat közöttük, és hogy ez milyen fontos ez a barátság. Uh-huh. Tehát biztos vagyok benne, ez hogy nem illik a képbe. Nem. És nyilván, hogy neki izraeli elnökként akár így, akár úgy jó kedve, vagy nem jó kedve, fel kellett hívni a Joe Bident, és gratulálnia kellett neki. Tehát ő ezt nem engedhette meg, hogy nem. És azért talán nem ő volt az első. Tehát azért, nem csak azt az első
között, tehát nagyon hamar volt, azt így. De hát a helyzetük is kiélezett, hát tehát neki van. Olyan így módon tehát lehet magyarázni. Így van. Van esetleg olyan hír, mert látom készültél jegyzetekkel, amit még így utolsónak szeretnél bevetni? Én a határokról gondolkodtam, ugye volt még talán egy olyan hír is, hogy, hogy a Ferenc pápa, de ezt most nem említetted, de arra most akkor nem is reagálnék, amit nem említettél. De amit szeretnél említeni. A határokról, azt... tehát a határ átlépésekről. És hát hogy... ugye akkor ez már a legelső hírhez, még a igen. Macron francia elnökhöz is kapcsolódik, mert hát ő is őrizné a határokat, ha tehetné, hogy azt állította a Ferenc pápa, hogy ilyet a nácik tettek, kritizálta a határok védelmét Ferenc igen. pápa. Tehát nekem ez a két mondat rész sem igazából. Tehát szerintem a nácik határaikat próbálták kiterjeszteni. Igen, nem tudom birodalom, igazából mire gondolt. Az Ausztria bekebelezés és a többi, tehát itt pont-pont határ kiterjesztést tettek, ha jól emlékszem. De lehet, kicsit az a benyomásom, hogy amikor valami csúnyát akarnak mondani, akkor mindjárt azt mondják, hogy a náci ilyet tett. Igen. Most mindegy, hogy nem illik oda, de nem akkor tetszel nekem, te náci vagy. Igen, tehát én a határokon gondolkodtam, és ez talán igaz a többi témára is, szellemi vagy erkölcsi értelemben, a határ elmozdítás, és ugye az Öt Mózesben olvassuk azt, hogy a te fele barátodnak a határát el ne told, ami határt az ősök vetettek a te örökségedben, és Isten volt az, aki felosztotta az emberiségnek az idejét, a lakásának a határait, és minden normális országnak, és minden embernek privát szféráját is joga van védeni a határait, sőt, a határ most de ők is védik, hát igazából hát akik erről beszélnek, hát akár az elnök, tehát emlékszem így még van. A Nancy Pelosi is, akik ugye igen. azt mondta, hogy ez nem kell, de a saját lakása körül van. Hát kerítés, igen. A BLM mozgalom vezetője is kerítést igen. emelt, a Vatikán körül is kerítés van, tehát maradjunk abban, hogy vannak maradjunk határok. Maradjunk abban, hogy vannak kerítések, vannak határok, és mindenkinek joga van megvédeni a határait, főleg, hogyha egy olyan ellenséges tömeg, vagy egy olyan invázió érkezik, például ott a lengyel határon is elképesztő feszült a hangulat. Igen. Tehát, hogy ehhez joga van mindenkinek, és ez az Isten akarat, hogy azokat a határokat megvédjük. Illetve hát még a római birodalom, nyugat-római birodalom bukása jutott eszembe erről, hogy ott is ment a tivornya Rómában, de közben a barbárok már rég jöttek és törtek be, és nem fogták fel, hogy milyen helyzetben vannak. És akkor is érdekes, a hunokra haragudtak. Akkor is a hunokat utálta mindenki Európában. Na hát akkor ebben van már történelmi gyakorlatunk. Úgyhogy lehet, hogy megint csak egy kis spirál visszatért a történelem valahova, ahol régebben is járt, de nagyon fontos, hogy az erkölcsi határokat, a szellemi határokat, Izrael határait is, ha már itt tartunk, illetve a saját országaink határait, Isten akarata az, hogy ezt védelmezzük, és nem náci az, aki megvédi a saját határát. Ez fontos volt azért pontot tenni ennek az ügynek a végére. Most ennyi hírre jutott időnk, és nem erőnk, mert erőnk az akármennyire is lenne, hogy elnézlek benneteket is, de köszönöm, hogy részt vettetek abban, hogy sikerüljön e köré egy értelmezést is húzni, hogy ne csak mondatok legyenek ott a hírportálon, hanem legyen mögötte elgondolás is, és ezt most mi megengedtük magunknak a ti segítségetekkel, tehát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is. Köszönjük. És köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, elbúcsúzik a Hitköznapok, és a Középpont is ezzel véget ér.